Részleges lezárást rendeltek el a hatóságok Moszkvában a koronavírus járvány terjedésének megfékezésére. Az orosz fővárosban bezárnak a nem létfontosságú termékeket árusító üzletek, a kávézók és éttermek, utóbbiak csak elvitelre adhatnak ételt. Az óvodákban és iskolákban a tervezetnél korábban kezdődik meg az őszi szünet, a szépségszalonok és a sportközpontok sem fogadhatnak vendégeket. A kulturális intézmények közül csak a színházak és a múzeumok működhetnek tovább. Megtiltják a tömegrendezvények szervezését is, ami alól csak külön engedéllyel lehet mentesülni. Szergej Szobjanin polgármester az esetszámok meredek növekedésével magyarázza a szigorítást. Úgy látja, Moszkvában a helyzet a legrosszabb forgatókönyv szerint alakul. A legfrissebb adatok szerint 8,500 új esetet azonosítottak a fővárosban, és 95 ember halt meg az elmúlt 24 órában.